Sziasztok, Norbi vagyok, ez itt a Geek Life Hungary csatorna. Most pedig egy tök új dolog fog következni, egy picit régi köntösben. Unboxingolni fogunk, de nem a megszokott módon. Sokan jelezték nekem, hogy próbáljuk meg új most az unboxingot, hogy bontsuk ki a figurát, de közben mondjak róla én egy véleményt, mint akinek sok ilyen figurája van, és tudja is, hogy miről beszél. Úgyhogy legyen a mai rész egy új kezdet, egy új próbálkozás. Úgyhogy nem húzom az időt, bemutatom a Banpresto figurát, Colosseum My Hero Academia Touga Himiko figuráját. Intro. Na szóval, az előttem lévő figura sokak nagy kedvence a rosszak közül, ugye a Yandere-ket megszégyenítő pimassággal és vérszomjjal megáldott karakter. Nekem is az egyik kedvenceim a gonoszak közül, na de sok figurát még nem láttam belőle, ez volt az első, amivel így találkoztam, és nekem megmondom, hogy nagyon tetszik, már maga a kidolgozása és a doboz is nagyon szép. Láttatok már tőlem Colosseum figurákat, de megmondom őszintén, a rosszak közül már volt egy Shigaraki és egy Dabi is korábban, de valahogy ő nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy azt mondom, bontsuk is ki, elő a snitzert. Nos, az eddig megszokottakhoz híven, először ugye nyilván snitzerkével kinyitjuk. Megmondom őszintén, annyi lesz a különbség a zene mellett, hogy halljátok a hangomat és a véleményemet, tehát ezen kívül semmi nem változik. Itt itt ugye a hang miatt nyilván nem gyorsítok, úgyhogy csak megpróbálok professzionálisan pontos lenni, hogy ne hibázzak annyit, mint amikor gyorsítom a dolgokat. Atya úristen! Hát nem tudom, látjátok-e, hogy mennyi részből áll, úgyhogy itt most duma nélküli gyorsítás lesz. Na, most vagyunk félúton. Tudom, volt egy vágás, de ettől tekintsetek el, de még a lábába is külön raktak védőt, hogy nehogy megsérüljön. Micsoda aprólékos dolog. Mindjárt jövünk vissza. One eternity later. Na, most, hogy így megszabadítottuk a figura nagyját a csomagoló anyagtól, tehát már maga a test is nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Itt vannak a kis kések itt a combján. Nem tudom, mennyire látjátok, de szerintem egész jók. Mind a kettő, és még annyira jó, hogy az egyik ugye ki is van véve, ami pont itt a... Bocsánat, új ez a módszer, de ott a kezében van az egyik kés. Hát maga a feje az elég szuperul meg lett csinálva. Ilyen veszett feje van. Majd a közelebbinél fogom mutatni őket. Na, azt mondja, hogy ha ez meg az állarca. Elég részletgazdag ez is. Na, ezt tegyük a nyakába. Akkor erre rákerül a fejecske. Ó, igen, és itt van a... Valami leesett. Köszönöm. Na szóval. És itt van a Super Versio Machina, amit ide így a hátára. Itt az illesztés, és itt van a hátán ez a kis illesztő. Ezt így fogjuk, rátesszük. Elég keszekuszán áll, de hát nyilván ugye ugrik a figura. És az egyik, az ki is van szedve. Ez külön van hozzá, úgyhogy ezzel óvatosan, mert ez a kis szívó genyó, ez a tű, ez könnyen el tud veszni. Kicsit be kell állítani, hogy egyenes legyen. És ha minden igaz, akkor ez így megy a... Na. És így. És akkor a talpazatba ezt így szépen így belehelyezem, és tadám! Kész van az elmebajos és cuki lány. Tudom, mindannyian kíváncsiak vagytok, legalábbis férfi nézőtársaim, hogy vajon ki van-e dolgozva az... Az, de ez nem fontos ebből a szempontból, biztos nagyon csinos, vegyétek meg, ha tudni akarjátok, ez egy gyerekbarát csatorna. Úgyhogy most lássuk a közelebbi review-t. Uno momento észrevétel, itt a nyakacskájánál a
ahonnan ugye előhúzza ezeket a kis szívó csöveket. Pontosan ide be lehet illeszteni, itt a nyakánál van ebben a sálas maszkban az illesztés, hogy ezeket ide nyugodtan be lehet plagizálni, és akkor így egy kicsit lehet pozícionálni ezeket a csöveket, hogy még jobban nézzen ki. Úgyhogy most mutatjuk be rendesen közelről. Nos, most már látjátok, előkerült az én kis forgatóbarátom, amivel mindig meg szoktam nektek pörgetni a figurákat, hogy jobban szemügyre lehessen őket vételezni minden oldalról. Na most, én azt tudnám erről a figurára elsősorban elmondani, hogy, hogy egy nagyon szép munka, nekem nagyon-nagyon tetszik minden részlete, maga a festés, a kidolgozottság, a részletek, ugye a kések, hogy tényleg az egyik itt van a kezében, tehát el is gondolt a tervező. Maga a kábelezés kicsit össze-vissza, itt jobban megnézitek a hátán, ugye ezeket nyilván be kell állítanod, hogy ne legyen ilyen keszekusza. Nem ahhoz viszonyítva, hogy csak nem akarom, hogy hosszú legyen a videó, nem akartam még arra is időt szállni, hogy össze-vissza kibogozzam őket. De maga az arc, hogyha egy kicsit itt ránéztek, láthatjátok, hogy milyen részletgazdag maga az arc, ugye meg van csinálva ez a kis arcpír is neki, ugye, hogy ő milyen szenvedélyesen csinálja, amit csinál, tehát szerintem maga a szem, a szemöldöke, a szempillák, tehát maga az egész szobornak ez a festése nagyon-nagyon el van találva. A pozíciójáról a figurának, hát beállásában nyilvánvalóan ez tógára jellemző ez a pozíció, de egy picit nekem esetlennek tűnik, ez igazából utal arra, hogy maga a karakter mennyire labilis személyiség és mennyire össze-vissza. Nem rossz a pozíció, de nekem annyira a polcon nem tetszene ezzel az ugró beállással, de nyilván ez az én szempontom. A figura magasságát tekintve szerintem teljesen rendben van, tehát ehhez a szériához, a Colosseum szériához tökéletesen passzol méreteiben, teljesen visszaadja a karakter minden tulajdonságát, úgyhogy szerintem aki gondolja, az vegye meg, főleg aki szereti Himiko Tógát, vagy csak magát a Boku no Hero Akadémiát és belőle mindent meg akar szerezni. Igazából el tudnám még nézni egy jó darabig, bár egyre inkább megijedek tőle. Egyébként nagyon sok Boku no Hero Akadémia figuránál figyeltem meg azt, hogy például a száj nem mindenkinek sikerül olyan túl jól, nem minden karakternek jó az, ahogy a száját kiválasztják, tehát például a korábbi videókban a kolosszál figurák közül ott volt Ida-nak a feje, ami inkább egy kétségbe esett, nem tudni mit akaró embert ábrázol, és ő a határozottság mint a példája. És pont ez a bajom, hogy Himiko arca tökéletesen visszaadja, hogy kicsoda Himiko, és például Ida arca abszolút nem adja vissza, hogy ő azza. Szóval így a végére érve, hogy ez a figura megéri-e, és ezt a figurát érdemese betenni egy gyűjteményébe, igen, az én meglátásom az, hogyha te ezt a szériát gyűjtöd, akkor ez a figura mindenképp kell vele. Láthatjátok, ide raktam a végére uralakát, hogy lássátok, azért méretbeli különbségek vannak az Amazing Heroes és e között a széria között. Ezek a figurák, a Colossal széria nagyobb figurákat ad egy pár centivel a karakterekről, mint az Amazing Heroes, ezért nem feltétlenül félnek meg egymás mellett. Tehát ezért mondtam, meg mondom is mindig, amikor erről beszélni fogok, majd a jövőben is, hogy egy szériára próbáljátok koncentrálni. Mert valakit zavarnak a méretbeli különbségek. Nem azt mondom, hogy a két figura nem fér meg egymás mellett, de valakinek szemet szorulja, hogy Uraraka ennyivel nem alacsonyabb, mint Tóga. Szóval, igen. Na szóval, ez volt az újfajta bemutatása egy unboxing volt figurának. Remélem tetszett nektek a videó. Ha tetszett, azt jelezzétek már nekem ezúttal, csak elég, ha a komment szekcióval leírjátok, hogy a jövőben így legyenek-e a videók, és így unboxingoljunk figurákat, vagy maradjunk meg a jól bevált kezes forgatósnál, bár sokak szerint az már nálam unalmas, mert bármennyire is néz ki jól a kezem és veku hangja. Próbáljuk még egy kicsit professzionálisabb szinten űzni tovább ezt a sportot, és most már úgy fogok nektek unboxingolni mindent, és most már nem csak Boku no Hero Akadémiát, hanem nagyon sok anime figura fog hamarosan napvilágot látni itt a csatornán. Ezúttal is szeretném amúgy még gyorsan megköszönni azt, hogy mindjárt 300, istenek vagytok, és nem marad hála nélkül a 300, ha elérjük. Úgyhogy legyetek továbbra is Boku no Hero fannok, én erősen az vagyok. És amúgy megérkeztek az első merch pólók, remélhetőleg egyszer majd sokat eladunk belőle. Én Norbi voltam, alias Geek Life Hungary, találkozunk a következő videónál, ami bármi lehet. Sziasztok!